minute. Who are you? Oh. Random zsiráfok. Elég furcsa lények szaladgálnak ideként. Look at this dude! Sziasztok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez itt a Prominence második része. És mint ahogy ígértem, folytatjuk onnan, ahol a legutóbb abba hagytuk. Emlékeztek rá, akkor az volt a terv, hogy erről a mezőről szerzünk lovakat. Úgyhogy én vissza fogok szaladni a házunkig. Van nálunk egy darab gyeplő, úgyhogy ezzel be tudjuk fogni. Azt hiszem gyeplőnek hívják a lovakat. És a nagyon kedves nézőm meg is jegyezte kommentben, hogy ne kövesse meg ugyanazt a hibát, mint a LRCraftnál, hogy mindent össze-vissza pakolok minden egyes chestbe. Úgyhogy hallgatva rá, eleget is fogok ennek tenni, úgyhogy gyorsan szétpakolunk. Kicsit rendszerezzük a dolgokat, és megpróbálom nagyjából úgy kialakítani valószínűleg ide valahova. Egy üzemeletre egyébként. Egy olyan részt, ahol tárolni fogok minden egyes cuccunkat, mert teljes mértékben igaza van, hogy ez ahogy most van. Ez így tartatatlan lesz rövides időn belül, úgyhogy először visszamegyünk a lovakért, vagy legalábbis egyért, utána pedig vissza. Na hát én mindenképpen egy fehér vagy fekete lóra pályáznék, úgyhogy vagy ő lesz a választásunk, vagy igazából úgy látom, hogy különösebben túl sok lehetőségünk azon az egyen nincs is, ő szép fekete. Ő is, szóval akkor van két lehetőségünk. Közben időközben úgy látom, hogy ránk sötétedik, ami nem a legjobb. Úgyhogy megpróbálom mi hamarabb visszaérni. Neki 22 HP-ja van és... neki 27, úgyhogy akkor az így el is dölt. Ha minden igaz, akkor nem kell semmit tennem, csak ráülnem egész addig, ameddig meg nem szok. Vagy meg nem szökik. Ha minden igaz, akkor hamarosan szíveskéknek kellene kitörnie belőle. És haza is tudunk vele menni. Legalábbis nagyon bízom benne, még sötéter is, azaz. Meg is van. Szóval, ha minden igaz, akkor most happy van. Megpróbálok hamarabb hazaérni, mint hogy a szörnyek ránk támadjanak, amik idekint uválkodnak. Bárhogy valaki a jobb felül a minimappon láthatja már, ez kicsivel is késtem, mert elég is sokan spónoltak. Hát szurkoljatok, hogy épségben hazaérjünk. Hát jobb hiány, kedves pacinkat ide beraktuk a teraszra. Majd valamit ide muszáj leszek rakni, hogy ne szökjen el, addig se. Viszont most gyorsan lefekszek aludni, mielőtt valami rossz történik velünk. Mert mondom, az LRCraft óta nagyon-nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mik történhetnek velünk ideként. Pacink az már úgy látom, hogy szökésben is van. Elmetegi lasszót kellene hozzá craftolnom, hogy megóvjuk magunkat attól, hogy szia méhecske, elbotorkáljon. És ha minden igaz, azt mondta egy másik kommentelő, név szerint nem tudom idézni, viszont ide be lesz szúrva, hogy vannak ezek a kék lények, akik nekem segítenek. Úgyhogy még őket is meg fogom találni ebben a részben. Visszafele este láttam őket. Viszont nem értem rá vele foglalkozni, mert egy csontváz üldözött. Úgyhogy minden igaz, akkor őket még megkeressük. Hello. Itt a csontváz, aki üldözött minket. Bár az erő velünk van, mert ugye ki nappal adott időközben. Meg is van az első gyilkosságunk. De mindenek előtt, hello, szólás. Mindenek előtt elkezdem gyorsan rendszerezni, vágok egy pár fát. És rendszerezni fogom a cuccaimat ilyen alapvető részekre egyelőre, hogy blokkok, meg hasznos anyagok, meg ilyesmi. Aztán folytatjuk tovább. El kéne menni valahova kalandozni, meg ugye bányászni sem ártana, mert azon kívül, amiket innen a közelből szereztünk, ilyen vagy olyan módon, azon kívül túl sok mindenünk nincsen sajnos. Ugye ezt kell pótolnunk mindenképpen. Mondjuk talán az már a Vault Hunter-ös sorozatomból is kiderült, hogy nekem nem biztos, hogy jó dolog lovakat adni, mert hogy szerencsétlen az előzőbe is így zártuk be, és most sem. Most sincs másképp. Tudom, nem ez a legkomárosabb megoldás. Reméljük nem felejtjük el, hogy itt van, de... de muszáj vagyok, mert félek, hogy valami megtámadja, ameddig kész vagyunk a dolgokkal, úgyhogy... elnézést minden lóbarát nevében. Na hát nem azt mondom, hogy ártalmas vagyok az élővilágra, de kettő fát vágtam ki eddig. Abban az egyik a méhecskéknek a háza volt, úgyhogy... vagy mit fogok ezért a résztől, részért kapni tőletek? Hát, megpróbálok jobban odafigyelni, de esküszöm nem szándékos, amit csinálok. Na hát higgyétek el, ezzel sem fogok szépségverseny nyerni, viszont elméletileg kész vagyunk. Vannak építőblokkok, ércek, IDK, ebben minden, ami nem tudom, hogy milyen kategóriába soroljam. Ha valaki megírja kommentben, azt megköszönöm. Eszközeink, természetes izék, ez
szeplingektől gyümölcsig ilyenek. Kaja nyilván értelemszerűen kaja. Nézzük, majd megmondják, mik ezek. Majd valaki megmondja, bár ezt pont tudom, mert el tudom olvasni, hogy reset talent points. Még egyelőre nincsenek talentjaink. Amit majd megnézek, hogy ennek mi az oka. Meg vannak armorjaink. Ezt tudom, hogy van ilyenem, és felvehetném erre. Viszont ez -5 speedet ad, és én jobban szeretek futni. Úgyhogy, ja. Megnézzük, viszont ezzel így úgy mondanám, kész vagyunk. Amit egyébként még ebben a részben le kellene craftolnunk, hogy haladjunk a questjeinkkel, az mindenképpen egy ilyen lenne. Amihez mindenképpen kell egy travel. Ilyen. Na hát, két opciónk van. Ilyenünk egyébként azt gondolom, hogy nincsen, mert nem igazából találkoztam még. De erre valami gyorsabb módot kell kitalálni, mert ez így elég sok idő lesz. És már most nem tudom, hogy... Tehát ilyenünk elméletileg nincsen. Mármint bőrünk. Ilyenünk van. Ez egyértelmű. Aranyunkat én úgy gondolnám, hogy tudunk csinálni, de egyébként van is. Amink nincs egyáltalán, az bárány, amíg nem találkoztunk. És van a házunkban egyébként. Ezt gyorsan alszunk. Itt kaptam közben achievementeket. Amiből nem igazából tudom, hogy mi micsoda. Tegyük fel ezt. Oké, ezt tudom. Ez az, ami meglepetést okozott, de mégis kitalálható minden. Szóval a lényeg a lényeg. Ha minden igaz, akkor itt láttam valahol volt, és ki tudnánk lopni a házunkból. De olyan szép ez a ház, hogy én azt mondanám, hogy nem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt a projektet mindenképpen folytatni érdemes, viszont nem most. Mert hát... Ez micsoda? A vésztonunk az még nincsen. Úgyhogy vagy ezt látogatom meg, vagy itt volt ez a nagyon jól kinéző templom a környéken. Amit így most hirtelen nem is látok. Talán ez. Viszont ez van közelebb, úgyhogy ide bemegyünk és megnézzük, hogy mit rejt. Azt hiszem, a betűvel tudom megnyitni a skill pointomat. Így van. És 0 drop skill pointom van. Szóval ez még várat magára. Azt gondoltam, hogy van egyébként 13, de az ezek szerint más jelöl. Úgyhogy bemegyünk ide, és megnézzük, hogy mit rejt. Remélhetőleg valami jó kis szörnyeket is lehet harcolni. Oké, tehát egy bathouse találtunk, szóval... Ah, hello. Igen, tehát mindenképpen harcolni fogunk. Én nem pont veled akartam, wow. Oké. De kevésbé vagy barátságos, mint én azt terveztem. Oké. Au. Jó. Azzal meg vagyunk. Itt van loot. Ezt begyűjtjük. Pumpkin. Elvisszük. Achievement. Milyen achievement ez? Jó. Szuper. Amondó vagyok. Keresjük meg a bejáratot. Úgy látszik, hogy meg is találtuk. Hogy nézzük. Mit rejt. Ha rejt bármit is. Egy kis arany sosem árt. Hallok már egyébként hangokat, szóval gyanítom, hogy van itt valaki vagy valami. Egy csontváz mindenképpen. Kaja. Sosem baj, ha van. És azt gondoltam, ennél egy kicsit bulisabb hely lesz. De egyelőre semmiképp sem az. Na hát éppen nem találtam meg a felutat, de csináltam egyet. Ez az egész hely igazából egy nagy, óriási kajaforrásnak tűnik. Semmi olyan hűdeértékes cuccot egyébként egyelőre nem találtunk. Ezt kirakom, mert ilyenünk már van otthon. Igazából ezt nem lehet stackelni. Úgyhogy el kell kezdenünk válogatni. Tehát mindenképpen jól fog jönni nekünk. Oké, hello. Oké, hello. Kedves barátunk, aki nem annyira kedves. Jó, rendben van. Csináljuk így. Oké, ez nem annyira effektív, mint szerettem volna, úristen. Úristen, 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 srácok. Oké, ezt most nem én csinálom, hanem a karakter magától.
Mert a tippel nem kéne, valamilyen hatás alatt vagyunk. Halló? Oké, ez egyáltalán nem vicces. Oké, megoldódott. Viszont én azt gondoltam, hogy ebből egy lesz, nem ilyen sok. Van valami spawneretek egyébként? Vagy itt csak úgy döntöttetek, hogy megjelentek? Oké, ez így not good. Oké, ennek valószínűleg vége van. Nem akarok olvasni. Nincsen a nagy alvány, nincs. Jó, srácok, ennek lehet, hogy így ennyi. Take a book. Oké, csak gyűjtögetünk közben. Oké. Az Aircrafthoz képest nem vagytok óriási kihívás. Á, megvagytok. Oké, ez megoldódott. Az nem annyira tetszik, hogy lábatok nincs. Oké, ez probléma. Tehát nem kimondottan erős ellenfelek. Az Aircraft után már szinte könnyűnek mondható, viszont szívósak. És hungert okoznak minden egyes ütésükkel. Mennyien vagytok? Ketten vagytok. Oké, nem jó. Egyek annyi. Nem mondod, hogy még átkozol is minket. Ez lehet a boss egyébként. Mert ha megnézitek, sokkal... Au. Sokkal szívósabb volt, mint a másik, viszont meg vagyunk. Nem annyira látunk. Szeretném a látásomat visszanyerni. Légy szíves. Mennyi ideig tart ez? Ah, meg vagyunk. Köszönöm szépen. Szóval, mi az, amit itt találtunk? Blast Furnace. Jó. Nézzük tovább, mik vannak itt. A jelenek szerint meghódítottuk. Easy. Higgyetek el, hogyha azt mondom, hogy a legegyenesebb és leggyorsabb út az mindig egyenesen és lefele. Úgyhogy wish me luck. Nice. Ah, hello. Hát nézzétek csak, milyen cuki. Oké, már nem annyira cuki. És többen is vannak. Oké, not good. Azt gondoltam, hogy ennél kicsit könnyebb dolgom lesz veletek. Oh, hello. Hát te ki vagy és mi vagy? Oké, easy. 3 experience. Ajaj. Probléma van. Messze vagyunk az otthonunktól és elég is sokan jönnek. Itt az ideje. Hazafutni. Hogy mennyire szokszínű ez a játék, random zsiráfok. Azért az ott elég menő. Elég furcsa lények szaladgálnak idekint. Oké. Ez csak így... El nem tudom mondani nektek, hogy ez egyébként mi a franc lehet. De legalább rengeteg HP-ja van. És a zombiknak egész jó outfitjük. És elég sok HP-juk. Rendben. Nem annyira nehéz játék az Aircraft után, de vannak meglepetések. És természetesen higgyétek el, hogy ez a játék nem csak erről szól. Hát ez, amit most csinálunk, ez csak a játék felszínének, a felszínének, a felszínének, a felszínének. 2000 years later. A kapargatása. Valaki egyébként időközben ellopta az ágyunk egy részét. Tehát ez így, nem igazából tudom, hogy ez hogy történhetett, de... De hogy így, ez volt a földön, és az ágyunk pedig egy blokkal rövidebb lett. Valaki megrövidített minket. Nem is értem. Na hát megjöttünk egy kastélyhoz, ahol már nem szívélyes a fogadtatás. Nem tudom, hogy mennyire lesz ennél rosszabb. Ővele még elbírunk. De ilyen szellemszörnyekhez hasonló dolgok történnek, mint az imént. Előző kastélyban, akkor nem igazán leszünk túl nagy előnyben. Hallom, hogy itt már odabent motoszkálnak a lények, úgyhogy úgy gondolom, nincs más hátra, mint bemenni. Igazából látom, hogy van egy konkrét... Á, hogy ne lenne. Konkrét bejárata. Oké, halló. Ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet, amit most csinálunk, de... Hát ne próbáljátok ki otthon. Halló. Oké. Látnára sokkal rosszabb is. Ezek legalább nem tudják kiütni az ajtót. Aircraft bármi is volt, az megevett minket. Oké, ti kezdtek egész sokan lenni. Oké, összevesztek.
Chill, chill, chill. Hello. Lehetett volna enne. Sokkal kevésbé. Oké. Okay. Ó, várjátok csak. Hát valóban. Jobbi srácok, taktikázunk. Az lesz baj, ha felgyújtanak, miközben... velünk harcolnak. Nem tudom, hogy ez lehetséges-e. Én ebből a játékból van bármit kinézek. Jó, ez megoldódott. Meg kéne menni gyorsan kifákjázni. Hello. Oké. Okay. Oké, okay, ez nem a világ legjobb ötlete, viszont muszáj megtennünk. Hoppa. Gyertek ki, bátran, gyertek. Csak így nincs itt semmi, ami bántana titeket. Chill, chill, chill. Ez még csak az első szint. Mi vár a többin? Okay, egyébként viszonylag hamar összevesznek. Nem ők a legjobb csontvásztesók. Mit ne mondjak? Hey. Oh. Oh, hello. Hát téged nincs szívem bántani. És ő nem is ég el, úgy tűnik. Jó, hát menj Isten hírével. Szia, barátom. Hát a romásni egyébként vajon? Lesz egy kabala állatunk. Mert nem így szerettem volna. My bad. Oké. Okay. Gyere barátom, gyere. Gyere szépen, gyere. Au. Légy szíves. Adjátok már, hogy... Jaj, szegény. Ajajaj. Ezt egyébként esküszöm, nem én akartam. Amúgy volt, hogy kiütöttem a spawnert, srácok. Mennyit bír még az? Jaj, már egyébként egy csomó mindenem eltört. Próbáljuk megőrizni a... baby skeletonunk épségén. De az nem segít, hogy... Oh, szegény. Nem segít, hogy a többiek kötekednek velem. Á, hogy több spawneretek is van. Igen, mindent értek. Viszont egyébként hogy támadjunk a... kajának. Hello? Van itt egyébként bármi is, amiért most szenvedek? Vajon? Jó? Nem maradtál. Igen, kis trükkös. Á, ott van még egy spawner. Jó? Ezt szeretném kijutni. Egyszerűs. Halló? Miért nem tudom kijutni olyan? Pedig nagyon jó lenne, ha ki tudnám, hogy... Honnan lőtt? Á, hello. Á, oké, okay, értem. Nyugi srácok. Nem ő az egyetlen, és... és közel sem az egyetlen spawner. Viszont ezt orvosoljuk gyorsan. Jó, kicsit... vagyis... ó, oh, wow. 8,5-ös, nekünk még mindig 9-es. Minden esetre visszük magunkkal. És ezt pedig valahogy megpróbáljuk eltüntetni innen. Jó. Ha nem muszáj, én titeket ott nem bántalak. Jól el vagytok ott szerintem. Jó, tehát nézzük tovább. Mi vár még ránk? Ennyi? Azt gondoltam, ennél kicsit trükkösebb lesz. Mondom, erre a kraftozás után srácok olyan, mintha séta. Séta repülőznénk. Hát konkrétan semmi. Kimondott veszélyes nem vár ránk sehol. Pedig én nagyon vártam, hogy valami óriási nagy szörnyszülöttek fognak megtámadni minket, de nem. Egyébként meglepően egész jó. Begyűjtjük a kenyeret, és adó nagyon trükkösen elrejtve. Azt gondoltam volna, hogy valami jobb loot lesz, de sajnos nem. És... azt gondolom egyébként, hogy ez a rész ennyi. Azt nem tudom, hogy a HP-ing miért nem tölt vissza. De visszatölt, az csak éhesebbek voltunk, mint vártuk. Ó, oh, wool. Ezt viszont begyűjtjük. Mikor már azt gondolnád, mindent láttál. És pont készültem volna egyébként el, csak woolt gyűjtöttem. Akkor így egyszer csak ebbe futottam bele, ami eléggé bajosnak tűnik, de kinyitom. És reméljük, mikor bezárom, akkor nem fog az arcunkba robbanni, vagy valami hasonló. Ezek, ha hasznosak, mondjátok meg kommentbe, én egyelőre elrakom. És látszólag nem történt semmi rossz. Ami ismételten meglepő. És megszereztünk 2 darab ledört, úgyhogy a másik projektünk is halad. Ez micsoda? Oké, ez fura. Nem tudom valamiért megnyitni, de mindegy. Haladjunk tovább.
Na srácok, nem tudom, hogy még hogy oldottam meg, de valószínűleg láttátok, hogy még begyűjtöttünk egy-két dolgot itt a ládákból. Én azt gondolom, hogy köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét erre a részre. Szerintem ennél epikusabb elköszönésünk nem igazán lesz az elkövetkezendő időben. Egy új vágási módszerrel fogok próbálkozni, amit majd ti megláttok, hogy hogy sikerült. Én még nem csináltam így, és lehet, hogy nem is fog nektek tetszeni, de ha tetszik, vagy nem tetszik, mindenképpen jelezzétek kommentben, mert szignifikánsan meghatározzátok a jövőbeli videók sorsát, úgyhogy remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor lájkolj és szubszkrájbolj, esetleg hozd meg barátaiddal, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!